másik gondom tulajdonképpen ezzel a sémával az a magas troponin értékkel rendelkező betegeknek az esete, ahol a fekete nyíl ugye az, ami javasolt, vagy folyamatos nyíl, ami azt mondja, hogy ha pozitív a troponin érték, akkor határozzuk meg még egyszer. És az, ami valójában az észszerű orvosi gondolkozásnak az útja, hogy vegyem a troponin értéket, mint egy egyfajta rizikómarker, és tegyem hozzá a klinikai prezentációt, és ennek alapján döntsem el, hogy mekkora a rizikója a betegnek a miokárdiális infarktus és halálozása, tehát gyakorlatilag a szaggatott vonal az, amit a gyakorlatban elvégzünk, az egyfajta kivételként jelentkezik.